Szavaztok, szép napot! Hát gondoltam, még egy lencsét azért az év végére föl fogok dobni, hogy ez ne maradjon el. Megmutatom, hogy én hogy csinálom itthon a lencsefőzelékünket. Ahány ház annyi szokás, ahány háztartás, mindenki másképp főzi. Én elmondom nektek, hogy készítem. Előző nap beáztattam egy 50-60 dek a lencsét, mert szilvesztek, hogy jönnek vendégek is, stb. Én egy-két nappal előtte meg szoktam főzni, hűtőbe, jó hideg hűtőbe, még jóban összeérik az egész. Na, tehát beáztattam a lencsét, átszültem, átmostam utána az egészet, ugye még kis habos léjön le róla, tehát hogy tiszta legyen a lencse. Maradt nekem füstölt csontom, füstölt csülökből, én ebben fogom most megfőzni, egy kis házi füstölt kolbásszal. Vörös hagymánk van ugye, ami mindenképpen kell bele, pici fokhagyma, mangalica szalonnával indítok, van egy kis kolozsvári húsos szalonnám, természetesen só, mustár, babérlevél, bazsalikomot mindenképpen teszek bele, mert minden, hogy mondjam nektek, hüvelyes babhoz, lencséhez nagyon kellemesen kihozza az ízeket. Kell nekünk cukor, de ezt majd megmutatom, hogy hogy készítem el, ez egy kicsit más, tehát nem csak beleöntöm a cukrot, le fogom karamellizálni, egy kulört fogok csinálni, majd megmutatom ecet és fokhagyma, jó? Tehát legelső lépésként szépen beletesszük a szalonnánkat, így indítjuk el, mind a két fajta szalonna mehet bele, természetesen együtt. Jó, és itt a másik kis nyeles forraló témát föltettem mellettünk, ebbe fogom elkészíteni a kulört. Ennek az a jelentősége, hogy ugye a lencsébe mindenképpen teszünk cukrot, de én ezt le fogom most karamellizálni, mert ugye a lencsét is többféleképpen lehet besűríteni, lehet egyszer berántani, lehet behavarni, és akár, sőt, van egy negyedik is, tehát a harmadik, amikor saját lencsével sűrítjük vissza, amikor összetújmixoljuk, vagy átfréseljük, vagy átnyomjuk szitán. És van egy negyedik verzió is, amit vidéken is szoktak alkalmazni egy-két helyen, hogy tört burgonyával, átnyomott burgonyával sűrítik be, és akkor lisztet nem tesznek hozzá. Én most ebbe a verzióba egy habarást fogok, egy piros paprikás habarást fogok alkalmazni. Jól nézzétek, nem is kellett sok, az elejéhez gyönyörű szépen megpirultak a szalonnák, innentől kezdve rádobhatjuk a vöröshagymát, beletehetjük a fokhagymánkat. Ugye ez már önmagában is egy nagyon-nagyon-nagyon finom alap, egy jó hagymás szalonnás alap, közben a kulőr, látjátok, egy picit elkezd karamellizálódni, azt hagyjuk, kislángon nem kell nagyon, hogy nagyon megégjen. Ezt tovább pirítjuk. Külön a habarásnak most nem tettem ide semmit, de azt is meg fogom mutatni, hogy én hogy készítem. De hát a habarásnak nincs egy nagy technológiája, ugye. Ez nem egy nagy dolog. Teszek bele lisztet, tejfölt, vizet, kis piros paprikát, így fogom behabarni. Jó, a cukor karamellizálódik, jó, ennek a hivatalos neve a kulő, vadasmátásba is szokták beletenni, hogy egy kicsit a színén javítson az ételnek, ugye mert én főleg tejfölös habarást teszek bele, egy nagyon-nagyon picit ki fogja világosítani az ételünket. Jó, na, eddig megvagyunk, tehát szalonna, hagyma. Most megfogom a lencsénket, ami által ugye mosva, és szépen beleöntöm. Ez egy 60 deka áztatott lencse, minőségbeli eltérések igazság szerint lehetnek. Na nézzétek, a kulőrt szépen elkezdett karamellizálódni. Na most azért annyira oda kell figyelni, hogy nehogy megégjen, mert ha megég, nagyon-nagyon keserű lesz, jó? Tehát egy szép barna színt kapjunk, nekünk ez elég is lesz egyébként. Jó, most az a technológia, megfogom, jövök azonnal vissza, és egy nagyon-nagyon pici vizet engedek bele. Látjátok, engedtem bele egy pici vizet, és ebben a lendülettel így ezt föl fogom főzni, úgyhogy teljesen, amik itt leragadtak alulra, meg a fakanáról jöjjön le, jó? Tehát ez lesz a színező anyagunk. Jó, megvan a lencsénk, ugye szalonnás alapom.
innentől kezdve beletehetjük a pár darab babérlevelünket, természetesen bazsalikom. Nem kell sok bele, de tényleg higgyétek el, nagyon jó kihozza a lencsének az ízét. Jó, lehet elősózni is, ez azt jelenti, hogy pici alap elősózás, utána persze lehet korrigálni, jó, hogy majd milyen lesz az íze. Egyelőre többet nem is teszünk bele. Ezt én jól átforgatom. Ráteszem a füstölt kolbászunkat. Nagyon finom füstölt csülöknek a csontját, meg egy porc részét, meg egy alsó csont részét. És innentől kezdve körülbelül egy 20-25 percig, mindjárt fölengedem vízzel, épp hogy lepje el, 20-25 percig főzzük, meg fog puhulni a lencse, higgyétek el, hiszen egy éjszakát ázott, ez az eljárás, és utána én szerintem majd jövök vissza, előkészítek mindent a havarástól kezdve, ugye az ecet itt van, az majd a végén, mustár itt van a vége fele, előkészítem a habarást, hullőt nézzétek meg. Tehát gyönyörű szépen levált a fakanáról, és kaptunk egy ilyen sötét lét. Na most cukrot így is, úgy is kell beletenni, ugye az ecet mustár miatt, én ebbe a formába teszem bele, és így még adok egy plusz szint az ételünknek. Tehát nem lesz olyan világos, mintha nem tettem volna bele. Jó? Tehát akkor egy jó 10-15-20 perc múlva jövünk vissza, fölengedem a lencsét, ráteszem a fedőt, és érkezünk vissza. Visszaérkeztünk, eltelt kb. 25-30 perc, satszper kb. Megkóstoltam. Már vajpuha az egész lencsénk. Kivettem belőle a füstölt csontokat, meg a kolbászunkat, jó? Hogy normálisan be tudjam sűríteni. Na most készítettem egy habajást, ami elmondom miből áll. Tehát az a lényeg, hogy ennek a főzeléknek nem szabad betonfőzeléknek lenni, szépen lazán kell csak besűríteni, meg ugye még áll a hűtőbe, tovább fog sűrűsödni, amikor hűl kifele, meg eltelik egy-két nap esetleg, ha még marad belőle. Na, tehát 2-3 evőkanál liszt, 2-3 evőkanál tejföl, ezt gyönyörű szépen hideg vízzel kikevertem simára, ugye semmiképp ne legyen csomós. Van nagyon szép házi piros paprikánk, ebből beleteszek maximálisan egy 2 kis kanállal, és szépen ebben tovább keverem, jó? De hát amikor öntitek bele majd a habajást az ételbe, úgyis látjátok, hogy mennyit fog fölvenni, jó? Tehát ha egy kicsivel több, nem szabad beletenni, inkább meg kell állni, jó? Na, szépen ezt elkezdem belecsorgatni. És egyből fogjuk látni, hogy mennyire sűrűsödik az ételünk. Tehát inkább laza legyen, ne legyen nagyon sűrű, mert ez még be fog kötni jobban. Jó, én szerintem, mint most látjátok, nekünk ennyi habarás elég is volt. Nézzétek, gyönyörű szép. Még azt elfelejtettem az előbb mondani nektek, miután legelőször felforr a lencse, egy ilyen habos képződmény lesz, és ilyenkor is egyébként, mint most egy pici habos képződmény van, ezt le kell forralni, ki kell forralnunk. Tehát mindenképp az első habját le kell szednünk a lencsének, jó? Most rátettem egy kis kakaót, és most jöhet, nézzétek meg, a sötét kulör, égetett cukor, cukorszínezék, ha másképp, ahogy nevezzük, és szépen, amikor forr az ételünk, ezt is bele fogom önteni. És már egy nagyon picivel sötétebb színt kaptunk. Jó, innentől már csak annyi a technológia. Szépen egyszer kiforraljuk, lezárjuk. Ja, bocsánat, jó, elfelejtettem beletenni, ne haragudjatok. Na, még itt az ecetünk. Ebből egy keveset. És ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, egy 2-3 kanál, akár lehet 4 kanál, mustár is, mert ugye ez nagyon-nagyon fontos, és ez nagyon meghatározó a lencsébe. Jó, tehát benne van most minden, át fogjuk forralni egyszer, aki úgy érzi, még egy kicsi sűrítés mehet bele, azt tegyen bele, nekünk ennyi elég volt, ez be fog sűrűsödni még,
és utána fogok hozzá készíteni egy kis fekete erdei sonka chipset, jó, amivel fogjuk tálalni, egy kis füstölt kolbász, aki szeretné egy kis főtt tojás, főtt alja, itt már mindenkire rá van bízva, hogy milyen ízlésre gondolt, miket szeretnek otthon, jó, nézzétek meg, gyönyörű selymes a lencsefőzelékünk, fantasztikus illat van a konyhába, tehát ennyi egy jó lencsefőzelék elkészítése, jó? Na, ha kitálaltam egy adagot, akkor majd jövök vissza és megmutatom nektek. Na, sziasztok, elkészültünk a lencsénkkel. Nézzétek meg, gyönyörű szépen besűrűsödött, azért is mondtam, hogy nem kell nagyon túlsűríteni. Most ki is adagolok egy adagot. Nagyon szép selymes lett, nagyon szép színe van, nagyon kellemes az illata. Tökéletes. Jó. Na, nézzétek meg, ezt a lencsefőzeléket készítettem el, pici bazsalikommal, stb. Mutatom nektek, mit sütöttünk hozzá. Egyszer sütöttem egy kis fekete erdei sonkát, sonka chips formájában, ami annyit jelent, hogy zsírpapírra 230 fokos sütőbe be kell tenni, és egy nagyon-nagyon kellemes, ropogós sonka chipset kapunk. Ugye lehet hozzáenni azt a fajta kolbászt, füstölt kolbászt, amit eleve belefőztünk az ételünkbe, annak is benne van a finom íze. Kétféle sonkát sütöttem még a sütőbe, kis szerénói sonkát, egy olasz sonkát, és egy kis pálmai sonkát, jó? Ezt úgy szintén felszúrtam kis pálcikákra, fogpiszkálókra, és 230 fokos sütőbe, ropogósra sütöttük, jó? De innentől kezdve bárki, bármit, valaki fasírta leszi, valaki főtt tojásra leszi, valaki füstölt aljával, combsonkával, jó? Tehát itt nagyon-nagyon széles a választék. Mi ebben szoktuk enni, ráhelyezek egy ilyen sonka chipset a tányérre, teszek egy gyönyörű szép sült kolbász mellé, és kezi csókolom, lehet fogyasztani. Na, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jó? Boldog új évet még egyszer mindenkinek, próbáljátok ki ezt a finom lencsefőzeléket, nem fogtok csalódni benne, nagyon-nagyon kellemes, szilveszterkor elsőjén is lehet bőven enni, az a lényeg, hogy jó hideg hűtőbe tároljátok, és akkor ez egy maximálisan finom kaja, ami nem romlik meg, és lehet falatozni belőle, jó? Na meg a szerencsét hozó főzeléknek is nevezik, ugye? Minél többet eszik meg valaki belőle, ugye azt mondják, elsőjén vagy szilveszterek, én most pontosan nem is tudom, akkor nagyon gazdag jövő éve lesz. Na, még egyszer boldog új évet, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, mert nyomom a többi videót is a kajákról, jó? Sziasztok!